Kvázi egy ilyen alternatív olajiparról beszélünk. Ez Abszolút. lesz az a pont, ez. ami az autóipar után felrobbantja ez. ezt az egész igen. kérdéskört. Ez a zöld átállás, ez ne csak klímavédelmi szempontból egy ilyen sikere Magyarországnak. Ha Magyarország akkumulátoripari nagyhatalom lesz, hogy nem lesz környezetvédelmi katasztrófa belőle? Hát zsebtelepeket régóta ismerünk, tehát uh -huh. azért nem egy új történet, uh -huh. végül is kicsiben. Ez olyan radikális változás, amire nem lehet ezt felkészülni. Jó napot kívánok, ez a napi.hu friss podcastja, és ma akkumulátorokról fogunk beszélni. Talán onnan is lehetne indítani, hogy a, amikor Elon Musk először kiállt a világ és a részvényes jele, és azt mondta, hogy a jó, jó, hogy a Tesla az elkezdett működni és elkezdett termelni, de igazából a nagy biznisz majd az akkumulátorokban lesz, akkor ott mindenkinek leesett az ála, Most pedig ott tartunk a világban, hogy, hogy ez tulajdonképpen evidencia. Azért érdekes erről beszélni, mert Magyarország úgy tűnik, hogy ilyen nagyhatalmi víziókat dédelget ezzel kapcsolatban, és hát azért is érdemes ezzel foglalkozni, mert a Magyarországon nem csak, hogy akkumulátor szövetség van, hanem ennek a szövetségnek az első ember egy ismert energetikai szakember, Kadár Péter, akit sikerült behívnunk a stúdióba. Szervusz Péter! <laughs> Szervusz István! Nem játsszuk most el azt, hogy mi magázódunk, jó, ismerjük egymást 15 éve mondjuk ah, nagyjából. Vagy ah, abszolút. Örülök. jó, indulhatunk -e onnan, hogy meg érthető legyen a nézőknek, hogy a téged mindenki legutóbb úgy vésed be a emlékezetében, hogy te államtitkár vagy, és energetikai klímastratégia és energetikai stratégia írással foglalkozol egy stábba, és ennek vagy a vezetője, és ez már több mint egy éve nem így van. És akkor most pedig ahelyett, hogy visszamentél volna a, a, regbe, ugye a Reginás energia kutatóba a Corvinusra, a Műszaki Egyetemen bukkantál fel, és ott pedig egy másik indítetet hoztál létre, egy ilyen reg pluszt, mondhatjuk így, vagy ez kinek sértő, vagy kinek jobban sértő, ami teljesen más profilla, vagy más profilla, más megoldásokkal, vagy más módszert annál kezd el dolgozni. Lehet azt mondani, hogy, a, hogy amit a, hogy a, a Corvinusban közgazdászokra építve készített, ugye ez egy modell, egy, egy rendszerépítés, egy gondolkodás. Az a BME-ben mérnökökkel megy? Ezt még egy kicsit pontosítva azt tudnám mondani, hogy ugye a reknek a missziója az a, az a, az a energiapiac Cok elemzése, modellezése, a szabályozási javaslatoknak az elkészítése, ugye hogyan csinálunk korábbi szektorokból piacokat, ezeket hogyan integráljuk európai szinten, és hogy teszük hatékonyan működését. Ez egy közgazdasági feladat. Igazából a liberalizáció az energiaszektoroknak az egy üzleti modellváltás volt, de túl nagy műszaki-technikai innovációt nem igényelt. Ez a elmúlt három évtizednek volt a programja. Én úgy látom ma, hogy következő három évtized az, az nem arról szól, hogy ezek a piacok majd úgy működnek, mint ahogy korábban, mert sajnos az a klíma a problématika, uh -huh. eh, amivel szembenézünk, az azt igényli meg, hogy hát ezt a zöld átállást mégis meg kéne csinálni. Lényegében a foszilis eh, energiahordozók utáni eh, technológiákat keresi a világ. Eh, tehát ahhoz, hogy klímavédelmet eh, el tudjuk ott, 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 ott sikert éljen el az emberiség, ugye ahhoz az kell, hogy a ma még 80%-ban foszilis eh, energiahordozóinkat, ami egyébként a klímagázok 80%-át adja. Olaj, gáz, szén, ezeket ki tudjuk váltani valami mással. Nem tudom, hogy ipari forradalomnak nevezhetem-e, de egy olyan technológiai innovációs hullám jellemzi ma, ma az energetikát, ami a liberalizációs időszakot nem jellemezte, és egy csomó olyan megoldást, ami, ami ahhoz kell, hogy ezt az átmenetet meg lehessen csinálni, az, az ma még nincs meg. Se, műszaki értelemben, technikai értelemben nem áll rendelkezésünkre. Egy példát említsek a szezonális energiatárolás nem tudjuk megoldani, nyáról térre még nagy mennyiségben nem tudjuk eltenni a napenergiát kellő jó műszaki meg gazdasági értelemben. És a üzleti modellek sincsenek meg, sokat beszélünk zöld hidrogénről, de még fogalmunk sincs, hogy ki fogja kifizetni az ötszörösét a zöld hidrogénért, annak, amit egyébként normál körülmények között nem, ami ma van. Uh -huh. Egyébként a földgázért ki kell fizetni. Jó, Tehát, akkor, um... hogyha, hogyha visszaugrunk a 2018 elé, mikor beléptél ismét az állami uh -huh. akkor felépítettél 15 év alatt a, azzal a csapattal egy olyan rekket, ami világszínvonalú, és ezt nem így magyar nagyzolásként mondom, hanem hogy titeket tényleg top 10 think tankként Igen, erre nagyon vagyok. Vagy Jó, van. hivatkoznak a világba ami, hát hogy mondjam, tehát jó, jó, jó ajánló levél a, a műszaki egyetemen. Ezt várják tőled, hogy egy ilyen színvonalú munkát kell elvégezni, vagy ettől azért sokkal közelebbi célokat határoztak meg, vagy sokkal közelebbi, földhöz ragadtabb projektet kellett ebből elindítani? Hát ezt is várják, illetve én igazából azt tervezem, hogy hogy a, a, ez az új központ, ez kevésbé, kevésbé egy konzulens céghez hasonló módon uh -huh. működne, hanem, hanem az lenne a feladata, ugye angolul habnak is hívjuk, ez Zero Carbon Habnak, hogy azokat a, azokat a mérnököket, azokat a közgazdászokat, azokat a jogászokat, akik a magyar tudományos életben ahhoz a nagyon szigorú tematikához kapcsolódó munkát végeznek, ami a zöld átmenetnek a tematikája, őket megpróbáljuk uh -huh. megtalálni, bevonni abba, hogy ennek a zöld átmenetnek olyan, olyan működőképes megoldásait kitaláljuk, műszakilag is, meg közgazdaságilag is. Ami, amelyek ma még nem léteznek, és ami azt segíthetné elé, hogy ez a zöld átállás, ez ne csak klímavédelmi szempontból legyen siker Magyarországnak, ha ezt meg tudja csinálni, hanem gazdaságfejlesztési szempontból is. Tehát, hogy abból a tortából, abból a, abból a kb. a GDP 2-3%-át kitevő beruházásból, ami ahhoz szükséges a következő 30 év minden egyes évében addicionálisan ahhoz képest, amennyi, amennyit most ugye előre látszik. Tehát ebből a nagy beruházási hullámból a magyar vállalkozások, a Magyarországon működő Vállalatok, illetve a munkavállalók a legtöbbet tudjanak profitálni. Zöld munkahelyek jönnek létre, zöld iparágak erősödjenek meg Magyarországon. Tehát abban a, abban a technológiai versenyben, ami azért folyik, hogy a zöld átmenetet támogató technológiákban Magyarország erős legyen, megújuló energiatermelés, zöld gázok, zöld hidrogén, biometán előállítás illetve az energiatároláshoz kapcsolódó technológiák, mint például az akkumulátorok, amelyek a rövid távú tároláshoz jók, vagy a szezonális energiatárolásban olyan tudás alakuljon ki, illetve hát ipari képesség Magyarországon, ami meghatározó lehet a következő évtizedekben. Tehát klímavédelem és gazdaságfejlesztés együtt nem igazából tűnik, ez a... Nem tűnik egyszerűnek. Hát a nem. Elárulat, hogy a, Miért nem volt elég ennyi? Tehát, hogy még a Magyar Akkumulátor Szövetségnek is a vezetője vagy, ugye? Igen. És ha ez a kettő nyilván összekapcsolható, de ez valóban azért van így, azért váltad el ezt is, mert hogy egyik a másikból következik? Igen, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szorosan kapcsolódik a kettő egymáshoz. Tehát a ZKK, a Zero Carbon Központ, a BME, ugye olyan szervezeti egység, ami kivezetten tudományközi együttműködést akar összehozni, mérnököket, közgazdászokat és új eredményeket produkálni. Uh, és a, a még egyszer a tematikáján nagyon-nagyon jól definiált, ugye ennek a központjában egyébként a villamosenergia szektor dekarbonizálása áll, tehát, hogy úgy alakítsuk át a villamosenergia szektorunkat, hogy a Itthon előállított villamosenergia lényegében teljes mértékben üveg, ház, mentessé váljon a következő évtizedek alatt. Ugye ez rengeteg megújuló energia kell, de azokat valahogy integrálni kell a hálózatunkba, és ma azt tudjuk, hogy ezt nagyon nagy mértékben segíthetik elő. Például olyan technológiák, akkumulátorok, hidrogén technológia alkalmazása, ami a a technológia hátterét adja ennek az átalakulásnak. A másik fókuszterület az ehhez kapcsolódóan az, hogy akkor a tiszta áramot hol használjuk majd föl, mit váltunk ki vele más területeken, és amit ki lehet váltani vele, az például az olaj és a benzin felhasználás, a belső motorokban villamos energiával hajtott járművek elektromobilitás révén, de ahhoz, hogy egy elektromos autó megbízható hosszú távú teljesítményt adjon, ahhoz mi kell, Megint csak energiatárolás kell. Tehát meg lesz a tiszta áram, de ahhoz, hogy ezek működjenek, ahhoz sokkal nagyobb teljesítményű, sokkal megbízhatóbb, sokkal nagyobb utazási távolságot garantáló, nagy teljesítményű villamos akkumulátorokra lesz szükség, vagy van már mai szükség. Ilyen értelemben a ipar, illetve az ahhoz kapcsolódó érdeklődésem, meg aktivitásom, az, az lényegében az ZKK-nak a kor szakmai tematikájához kapcsolódik. Láttam, azt hiszem januári volt az a német térkép, ahol felrajzolták, hogy, Magyar, hogy Európában hol mekkora kapacitásokat fognak építeni akkumulátorba, illetve építenek vagy működik, és mik a vállalások, hogy mi fog épülni. És ebben a európai rangsorban mi ötödikek vagyunk. Láttam egy másik kimutatást, ami arról szólt, hogy mi lehetünk a világban a tizedikek, a, akik az akkumulátor exportot, tehát az előálltott akkumulátornak az exportját végzik a világba. Ezek valami jól hangzó dolgok, de valójában mekkora nagy hatalom vagyunk mi most, és ez milyen áron építhető fel? Ez lenne a kérdés. Uh -huh. Hát talán hagyd kezdjem ott, hogy azt mondjam, hogy Európa nagyon lemaradt ezen a területen az elmúlt két évtizedben. Tehát Európa, meg az európai kutatásfejlesztés nem investált az akkumulátor technológia fejlesztésébe ennek, ennek mi volt a Én úgy tudom, én hogy ez egy tudatos döntés. Én azt hiszem igen, én azt hiszem igen. Hát ugye akkumulátorokat, meg hát, zsebtelepeket régóta ismerünk, tehát uh -huh. azért nem egy új történet uh -huh. végül is kicsiben, tehát a mobiltelefonunkban, meg a. Nem az autói, meg a, a, a változás, e e hogy fordította ezt át? Hmm, tehát, a, hogy nem tudom, 5 évvel ezelőtt hmm. itt ülünk, akkor arról beszélünk, hogy hát a Volkswagen a, hogy pórú járt ezzel a dízel dologgal, de hogy egyébként az, hogy a Volkswagen az nagyon záros határidőn belül csak elektromos autót gyárt, hogy a Mercedes kiszáll, hogy és egyre másodobálják azokat a téteket, hogy akkor mikorra fogják befejezni, ez olyan radikális változás, amire nem felkészülni. felkészülni. Ez Aszalán lehet a háttérben? Nem. Ez, az autóipar? Én azt gondolom, igen, igen. tehát hmm. kiemelkedően 80%-ban a, a, az autóipar, illetve hát a mögött. Az a, az a, hát hogy is mondjam, csak párizsi szerződésehez köthető, vagy az abból következő, abból levezetett, ugye nagyon következetes európai klímapolitika, ami azt mondta, hogy hát ezt az átalakulást meg kell csinálni, és Európa ennek az átalakulásnak nem csak klímapolitikai szempontból, hanem, hanem ipari szempontból, technológiai szempontból is a győztes kéne, kéne váljon. És ennek az állam um, közlekedésben taparítson és ki minden. Abszolút. Ugye abszolút, ez ilyen logikusan abszolút, épül egymáshoz. Ilyen logikusan épül egymáshoz, mert mert, 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 meg kell az olajtól szabadulnunk, vagy az olajtermékektől, hogy az áros határidőn belül olajtermékeket hol használjuk, belső motorokban uh -huh. máshol nem nagyon, mivel tudjuk kiváltani zöld áram van. Uh -huh. mi kell ahhoz, hogy zöld áramot használjunk, ott akkumulátorok. Tehát tiszta, nagyon tiszta, gyorsan tisztel, levezethető. Igen, igen. Szóval, jó, akkor, akkor, és, ez, a... és ez történik, tehát ez, uh -huh. ma, ez ma nem a jövő, hanem uh -huh. ugye olyan gyorsan történik a dolog, hogy 2017-ben Magyarországon az ilyen hagyományos, a, hogy is mondjam, csak ilyen olmos akkumulátorokon kívül nagyon ilyen tevékenység nem volt, és 5 év alatt lényegében távol délkorai befektetők, meg az ő beszállítóiknak a nagyon intenzív beruházási eredményezik azt egyébként, ugye itt a Samsung sd meg az SK innovation lehet, mint a két nagy uh -huh. zászlósat megemlíteni, akik hát több mint 5 milliárd eurót tettek azóta közvetlen befektetésként Magyarországon ebbe az állam Magyarországon kéterben. ma. A Én 14 et, 14 -et hát, írtam tavaly. Ö, va, ugye ez kisebb annyi nagyobb, kisebb ugye? nagyobb, így uh -huh. van. És akkor ezek között a giga, ezek a nagy ázsiaiak, de a videóton például régóta foglalkozik, uh -huh. ilyen jászplasztik, ugye nagyon nagy magyar vállalkozás foglalkozik ezekkel a dolgokkal, de nem a, nem a nagy teljesítményű korszerű jövőbe mutató Litium akkumulátorokkal. Tehát ez az a uh -huh. technológia, ami, amire a magyar szereplők talán kevésbé voltak felkészülve, és ugye ma azt keressük, egész akkumulátor ipari szövetség, uh -huh. ami egyébként uh, tavaly évvégünk alakult, arra keresi a választ, hogy hogyan lehetne, hogyan lehetne ezek mellé a giga cégek mellé, akik egyébként folyamatosan még gigábbak lesznek, hiszen évről évre duplázák hát meg az a az nő, persze. Így van. Hogy lehetne ide a magyar KKV-knak, középvállalatoknak, akik alkatrész, technológiát, gyártóberendezéseket állítanak elő Magyarországon, minél inkább bekapcsolódni. Tehát, hogy egy olyan folyamat induljon, nem mint az autóiparban, amikor megjöttek az első hatógyárak, akkor csak egy összeszerelő ország voltunk, ma meg azért már van egy jelentős magyar beszállító De van ennyi mert az akkumulátor, én azt gondolom, hogy az akkumulátorgyártás nem olyan bonyolult. Vagy de? Hát, ezt csak hiszed? <laughs> de, de, hát az nem lenne olyan bonyolult. Akkor, akkor, akkor azért, azért Európában lehet, hogy gyorsabban előrébb európai hmm. vállalkozásokkal nem a, is. Tehát, aha, és nem az a baj, nem. hogy az, maga az akkumulátorgyártás, amit most késztermékként árulnak litium-ionis akkumulátort, óriási pénzeket és know-how-t pumpálnak bele abba az innovációba, hogy hogyan lehet kiváltani, hogyan lehet reciklikálni, hogyan lehet újra, és ez óriási szívóerővel rendelkezik olyan szempontból, hogy iszonyat mennyiségű pénzt is gógyít szívvel, de ugyanakkor viszont a Végkimenetele le ennek a a nem biztos. Tehát nem tudjuk, hogy a, ez vagy az a technológia fog győzni, ez vagy az a irány lesz jó. És akkor itt óriási kockázat van, miközben óriási pénzeket tesznek be. Ha lo, rossz lóra teszünk, akkor óriási lehet bukni. Ez Magyarországon, ez egyébként ez előkerült, hogy hogy mi jó. Például, hogy a, a K plusz ebben milyen lehetőségeink van, hogy Biztos, hogy lóra, jó lóra tegyünk, vagy jobb, hogyha csak gyártunk. Mi hát, ö, abszolút, ö, abszolút teljesen jogos, ugye minden ilyen nagy technológiai változásnál, mint amiről most beszélünk, hogy néhány év alatt ö, 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 történnek a dolgok, és ugye ráadásul még a kitekintés is azt mondja, hogy az európai akkumulátor gyártási kapacitás a mostani előrejelzések szerint most, 2022 elejéhez képest, 2025-26-ra, a nyolc tízszeresére nőne. Igen, ezek, a Hidi a, János, ezek az két hete, három hete jutott a a, a a Cambridge Econometrics-től, és ugye ők csináltak egy felmérés, pont itt mondta ennél az <laughs> asztalnál, hogy ha Szlovákia a jelenlegi autóipari kapacitását megfelelő akkumulátort szeretné beszerelni az autóiba, akkor arra nem lenne jelenleg elég az összeurópai termelőkapacitás, akkumulátorokat illeti. Ennek viszont meg kell felelni. Ez a versenyfutás, ez meddig tart? Hát ugye ez, erre mondom azt, hogy azért nagyon kevés olyan iparág van ma Európában, ami egy ilyen tízszeres növekedési, nem tudom én perspektívára tekint előre, vagy ha még csak ennek a fele jön be, ugye akkor se, akkor se egy ilyen kis fejlődésről beszélünk. Tehát itt jelenleg az a helyzet, hogy hogy persze gondolkodik mindenki arról, hogy mondjuk a litium-ionos a technológiát, ami most a leg, hogy mondjam, legalábbis az emobilitási szempontból a leghatékonyabbnak tűnik, mert Meg, biztonságos, van, sűrű, így van. Igen. Na jó, de például háztartási méretű energiatárolásra nem biztos, hogy ennyire csúcs technológiát kell használni, mert ha összekötünk négy olmos akkumulátort, lehet, hogy egy igen. hétvégi házban az is bőven elég, és akkor nem kellene hozzá ez a dolog. Tehát vannak ilyen szegmensek, de most nyilván az emobilitás húz ezt az egész iparágat. Most itt azt gondolom, hogy miközben alapkutatás folyik, hogy sokkal kevésbé koncentráltan rendelkezésre álló anyagokból, hogy lehetne akkumulátorokat csinálni, hogy lehetne a meglévő akkumulátorokban lévőket hatékonyan kinyerni és újra hasznosítani. Most Magyarországon is már most azon gondolkozunk, hogy akkor a föld alatti geotermikus vízkészleteinkben van olyan sűrűségben lítium, hogy, hogy érdemes legyen ezt kinyerni és ilyen célra felhasználni. Um, tehát van ilyen gondolkodás, de az a, a, olyan gyorsan történik a dolog, hogy abban az 5-6-8-10 évben, amíg ez az iparánk fel fog épülni Európában, nem biztos, hogy akkora lesz, mint amit most előre jeleznek, és minden gyár és minden, és minden meg fog épülni, de ez, ez kiépül. Hát az alatt azért ezek a, ezek a technológiák viszonylag stabilak, hiszen folyamatosan kell a felhasználóknak, alapvetően az e meg a villamosenergia szektornak, kellenek ezek a berendezések, tehát na most a magyar kutatás kapacitás az létezik, de de csak hogy egy számot mondjak, mondjuk a Huawei, a, a, annak nem tudom én, 6000 mérnöke dolgozik a, azon éjjel-nappal, hogy ilyen megoldásokat találjon, ilyen ilyen, 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 alapkutatási képességek azért Magyarországon nehezen szűkös ebben állnak rendelkezésre. Ebben az iparágban <t 2000> jelenlegi tempó mellett mennyire szentesíti a cél, a célt az eszköz. Tehát arra gondolok, hogy az akkumulátor gyártás, ha itt most egy környezetvédelemmel csak picit megáldott ember is benülne, egyből jönne, hogy oké, de az akkumulátor a vigyázat, mert az, az egy ne, ne, nehéz terep, tehát nehéz egyipar, rendkívül kockázatos a cél, hogy lehet a célt megtartani úgy, hogy az eszköz is megmaradjon? Tehát, hogy kinek mi a dolga ebbe a történetbe, hogyha Magyarország akkumulátor ipari nagyhatalom lesz, hogy nem lesz környezetvédelmi katasztrófa belőle? Hát ez egy teljesen releváns kérdés, és hát ez nyilván egy, egy választás kérdése. Én személyesen azt gondolom, hogy, hogy Magyarországnak és a magyar jövőbeni gazdasági fejlődésnek nagyon fontos eleme lehet ez, a, ez az iparág. 2050-es előrejelzés alapján egyébként a Nemzetközi Energiaügynökség úgy látja, hogy kvázi egy ilyen alternatív olajiparról beszélünk. Tehát ahogyan csökkenni fog az olajiparnak a piaci részesedése, az akkumulátor technológia fogja a legnagyobb szeletet abból a kihasítani, amit ma az olajipar víz. Tehát, tehát egy kulcs technológiát szeretnénk itt felépíteni, ennek van ára és költsége. Hát, amit szerintem mindenképpen ö, érvényesíteni kell, hogy a legmagasabb ö, egyébként hatályos Európai Uniós ö, gyártási és környezetvédelmi sztenderdeket, meg munkahelyi biztonsági sztenderdeket messze menőkig be kell tartatni papíron természetesen ez, ez ma is kötelező mindazoknak a befektetőknek, akik itt beruháznak. De én azt gondolom, hogy vannak speciális és lesznek speciális környezetvédelmi ügyei ennek az iparágnak, úgyhogy. Úgyhogy úgy, ez, 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 ez egy nagyon lényeges hazai feladatot jelent hatóságoknak, NGO-knak, akik közelről kell monitorozzák, hogy ezek a cégek, ezek hogyan használják a magyar közműveket és a természeti környezetet és van a szövetségnek is ilyen feladata, uh -huh. mi most fogunk létrehozni egy környezetvédelmi és munkabiztonsági munkacsoportot, ami kifejezetten ezekkel a kérdésekkel fog foglalkozni. Ugyanakkor azt, hogy mondjam, hogy európai szabályozási szinten is fölmerült ez a probléma, most készül Brüsszelben az a új akkumulátoripari szabályozási csomag, aminek a központi eleme az, hogy az európai akkumulátoripar eh, annak eh, környezeti szempontból eh, is fenntarthatónak kell lenni. Tehát olyan szabályokat eh, vezet be ez a rendszer, ami például a akkumulátor előállítás eh, teljes életciklusára vonatkozó eh, eh, karbonlámnyomot eh, is tartalmazni, kell, hát ezt majd fel kell tüntetni hmm. idővel a akkumulátorokon gyerekmunkával előállított alapanyagokat. Nem lehet beépíteni ezekbe az akkumulátorokba, ezt monitorozni kell. Tehát Európa szeretné, hogy legyen egy ilyen iparága, de látja ezt a kockázatot, és, és azt gondolom, hogy helyesen igyekszik olyan szabályozást létrehozni, aminek azok a ázsiai befektetők, akik otthon lehet, hogy nincsenek hozzászokva ezekhez a szedekhez, idővel alkalmazkodniuk kell, és ezeket majd be kell tartatni. Európai szinten is, meg magyar szabályozás szintjén is. Úgyhogy kérdés teljesen jogos, probléma teljesen jogos, de én azt gondolom, hogy van rá válasz, vannak más vegyipari tevékenységek is Magyarországon, és azok kultúrát európai módon tudnak működni. Hol van ebben a helye a lakossági energiatárlásnak. Tehát ugye az lehet arról beszélni, hogy az autóipar húzza az akkumulátorgyártást meg fejlesztést, de az, hogy a lakosságnak mondjuk az, a, a Európában a energiahatékonysági, a, a károsanyagkibocsátási sztenderdek felé tolása az, az energiatárolásba végződik, ami a napelemnél kezdődik, meg a nyilázáró cserénél. Uh -huh. Ez teljesen biztos. Azért kérdezem ezt, mert azt hiszem nincs egy éve, hogy írtam róla, hogy a VARTA, amit ismerünk, Németország uh -huh. legnagyobb klasszikus szárazelemgyártója, egy pillanat alatt felépített egy divíziót, állami, szövetségi tőkepumpával és saját hitellel Németország és majd lassan Európa egyik legjelentősebb lakossági, energiatárolási, tehát rakossági akkumulátor kapacitását építik ki. Magyarországon erre még nem haladtunk. Igen, tehát a, a, az e-mobilitási szektor, mert a villamosenergia szektor az, ami a másik fő húzó iparág, vagy felhasználó iparág ezekre a villamosenergia tárolási technológiákra. Például a lakosságot mondanám, azt, azt, azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy a, 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 hogy a, a villamosenergia szektor integrációjában milyen kulcs cool szerepe lesz és lehet a szóval. tárolásnak. Ugye Magyarországon azért akárhogy is nézzük, van egy beruházási boom. 2018-ban, amikor először beszéltem államtitkárként egy olyan konferencián, ahol a napenergia hasznosításról volt szó, mikor kimondtam, hogy 2022-re le lesz 3 gigawatt, 3000 megawatt beépített napanem kapacitás Magyarországon, akkor úgy magam sem nagyon tudtam, hogy elhiggyem, vagy nem, vagy ez tényleg reális-e. Ha most megnézzük a számokat, négy év évvel később, akkor bizony 2022 végére szerintem meg lesz a 3 gigavat, sőt, lehet, hogy több lesz. Tehát exponenciális a növekedés és hát ugye látszik, hogy a hálózati társaságok, ma Vír, többiek azért már jelzik azt, hogy, hogy itt, itt, ennek itt Ennek a feladatait azért kell, kéne, kéne, kéne. Így van. Tehát elosztói szinten is és rendszer szinten is a tárolóknak egyre nagyobb a jelentősége, ugye négy évvel ezelőtt nulla megawatt ilyen hálózati tárolási képesség volt Magyarországon, ma már van 20, és ismerünk több olyan projektet, ami, ami folyamatban van, nagy erőműveknél, független, meg hálózati társaságok révéről is. Tehát az egész dolog elindult, és én azt gondolom, hogy itt is egy exponenciális növekedésre lehet majd számítani. Tehát rendszer szinten is lesz egy, egy piaca ezeknek a tárolói berendezéseknek, na most a lakosságnál az okozza a nehézséget szerintem Magyarországon, hogy egyrészt, egyrészt ami nem nehézség, mert lakossági szempontból ez egy óriási dolog, különösen a mostani árkörnyezetben, hogy van egy regulált, egy szabályozott európai szinten legolcsóbb villamosenergia ár, amit ma fizetnünk kell otthon, tehát ha ilyen olcsó az áram, akkor, akkor minek mit foglalkozunk vele. De ha még beruházunk is, a mostani szabályozásunk, noha ezt úgy nézett ki, hogy meg tudjuk változtatni tavaly év közepén, közepén körülbelül, éjjel. de ez aztán lekerült a rendről, hogy ez az úgynevezett nettó elszámolásról, ahogy ma működik a mondjuk háztartási napelemes rendszer, általunk egy brutó elszámolásra, ahol a hálózatba betáplált meg az onnan vételezett áramot eltérő áron Igen. számoltuk volna el. De ez Nincs ma így, úgyhogy ma a lakosság lényegében a közcélú villamosági háztatat ingyen tárol. Tehát amíg ingyen tárolunk, addig Ingen. nagyon nehéz rávenni az embereket, hogy ebbe investáljanak. Úgyhogy egy pilot projekt az, ami most elindul. Ugye van ez a bizonyos ingyenes vagy 100%-os támogatású háztartási napelemes program, amit előfinanszíroz a kormány LRF pénzből, hogy ez egy 200 milliárd. 200 milliárdos, gigantikus program. Azért itt több tízezer magyar háztartásba fog bekerülni ilyen típusú technológia. Én ezt egyébként egy ilyen pilot projektnek tekintem ilyen szűken tárolási szempontból, mert mert lehet majd azért arról információkat szerintem kapni, gyűjteni, kiértékelni, elemezni, okay. döntéshez felhasználni, hogy ez a dolog nálunk, hogy működik, milyen költséggel, milyen technológiai nehézségek vannak, meg előnyök vannak és hát 2024 elejétől európai szabályozás alapján e, már nem lehet majd nettó elszámolást e, használni. Egyébként, akik ma e, otthonfelújítási program részeként építenek ilyet be, azok is már tudomásul veszik, hogy 24 elejétől ők bruttó elszámolásban vannak. Tehát megindul, és hát ki tudja, meddig tarthatók ezek a regulált árak. Uh -huh. uh, ha, Csak Azért, uh, azért kérdezem uh, mindezt, mert hogy ha, ha valamivel, akkor a zérókarbonba. Erről beszélni kell. Abszolút. Tehát ha van 4 millió abszolút. lakás, akkor abszolút. ez lesz az a pont, ez. ami az autóipar után felrobbantja ez. ezt az egész szerintem igen. kérdéskört. Szerintem igen, uh -huh. szerintem abszolút. 24 után. 24 után. 24. Jó, akkor itt folytatjuk 24 <laughs> után. <laughs> Rendben. Szép, hogy köszönöm Istent.